tisztelettel köszöntjük a Sport Televízió nézőit Szolnokról. Ezen a héten a 9. fordulót játsszák a férfi kosárlabda Eurocup sorozatban, és a következő két órában a szolnoki olaj vendége a Besiktás csapata lesz majd. A két együttes azonos mutatóval, 3 győzelemmel és 5 vereséggel áll az egy csoportban, abban a csoportban, amelyből a Zenit és az Aftodor Szalatov már tovább jutott, de a Szolnok, a Besiktás, a PAOK és a Liatova Szitász között óriási harc megy a további két továbbjutó helyért. Németh Istvánnal nézzük majd a mérkőzést. Mit gondolsz az esélyekről, Isti? Szia! Szia Gábor, üdvözlöm a kedves nézőket. Nagyon szeretnék egy hazai győzelmet itt a publikummal együtt ünnepelni, hiszen azzal a Szolnok egy olyan helyzetbe hozhatná magát az utolsó forduló előtt, hogy az az előny akár a többi eredmény alakulásától már elég is lehet a továbbjutáshoz, és egy tét nélküli mérkőzés várhat az olajra Oroszországban, de azt viszont tudnunk kell, hogy borzasztóan erős ez a török keret. Ráadásul, mivel a Besiktas számára is ez egy muszáj nyerni mérkőzés, bevetik újra Maciej Lampért, aki sérüléssel bajlódott az elmúlt hetekben, és ott van már a csapatban a Besiktas új játékosa, a szezont a Limósban kezdő és az Euroligában is szereplő Randy Carpenter. Carpenter első mérkőzése lesz, hogyha jól tudom, ez a mai a Besiktas színeiben. Biztosan bizonyítani akar, aki nem ismerné őt, egy hihetetlen scorer, támadó típusú játékos, ami néha mondjuk előny is az ellenfélnek, hogy mindent maga szeretne megoldani. Maciej Lampa pedig ugye NBA-ben is játszott, nem tudom hány éve már az európai élvonalban, Euroligában, török bajnokságban szerepel, orosz bajnokságban is játszott elég sokat, úgyhogy ez a két játékosnak jobb lett volna most Isztambulba csücsülni egy kávézóban. Beszéljünk a mieinkről, a Szolnok egyáltalán nincs rossz paszban szerencsére. Nincs rossz paszban, annak ellenére, hogy a múlt héten Szentpéterváron egy kicsit megfáztak. Reméljük, hogy ezt elfeledték. Én láttam a Falco elleni bajnoki mérkőzésüket. Ott már mutatták azokat az erényeket, amit itt az elmúlt egy hónapban csillogtattak. Bizony 8 ponttal nyert a Szolnok végül is a Falco otthonában. Hát kedves nézők, ennyit bevezetés gyanán. Most pedig hallgassuk meg, hogy hogyan várja a találkozót a szolnokiak vezetőedzője, Pór Péter. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Sport TV nézőit. Hát nagyon jó formában van a Szolnok, hiszen a legutóbbi 8 meccséből mindössze egyet vesztett el, ugye a Zenit ellen idegenben, ami végül is egy kalkulálható vereség volt. Viszont ezt lesz, amit a szárnyal a csapat. Mennyire lehet építeni erre az eddigi szériára, vagy csak az előttünk lévő feladatra kell koncentrálni, ahogy mostanában ezt a sportpszichológusok mondani szokták? Nyilván ez a győzelmi széria, ez jó tett a játékosoknak is, hogy a legjobb csapatépítő tréning minden mérkőzés után, hogyha győzünk. Úgyhogy ezt mindenképpen ki kell használnunk, de dolgozunk tovább, megyünk hétről hétre előre. Nyilván vannak benne kisebb hullámvölgyek is, mint ahogy a Zenitnél voltunk. Ugye kikaptunk, egy nagyon jó csapat volt, de azt a meccset gyorsan el kell felejteni. És most itt van a soron következő nagyon fontos mérkőzés, ami ugye tudjuk, hogy a továbbjutásról dönthet. Igen, a legutóbbi győzelem éppen a Falco elleni bajnoki volt, és akkor azt mondta a meccs után, hogy a nagyon jó védekezés volt a csiker egyik kulcsa. Ez ellen a Besiktas ellen mi lehet a recept védekezésben, hogyan lehetne őket is megfogni? Hát a Besiktas azért egy nagyon jó csapat, erről tudni kell. Minden poszton szinte két egyforma képességű játékosuk van, és hát nem szabad elmenni az mellett, hogy ők is érzik, hogy mekkora a tét. Elhoztak minden játékosokat, még a sérülteket is próbálták most összedrótozni, úgyhogy játszani fognak. Hétvégén igazoltak Limosból, az Euroligából még egy irányítót, úgyhogy nagyon komolyan veszik, nagyon mindenképpen tovább szeretnének jutni. Úgyhogy az alap nekünk mindig akkor is a védekezés, egy jó csapat ellen, vagy bárki ellen is egy jó alapnak kell lenni a védekezésben. Én azt gondolom, hogy hazai pályán bízom benne, hogy jönni fog, és hogyha ezt meg tudjuk oldani, ezt a jó védekezést, akkor bárki ellen lehet esélyünk. Amilyen jó szériában van a Szolnok, olyan rossz szériában van a Besiktások, 6 verességgel, 6 verességes szériában vannak. Erre mennyire lehet építeni, ezt mennyire kell figyelembe venni, mind a mellett, amit elmondtál, hogy egy nagyon erős játékos kerül csapat, de valami nem klappol, hogyha simulva 6 meccset vesztettek. Igen, valami nem stimmel náluk, de én úgy vagyok, hogy minden mérkőzés más. Most például bal szerencse is lehetett mellettük, ugye a múltkor a görögök ellen hosszabbításba kaptak ki, 7 másodperc a vége előtt tövéké volt a labda, és egy után adott labda miatt kaptak ki. A török bajnokságban 2 ponttal kaptak ki a legutolsó fordulóban, úgyhogy nem nagy vereségeket szenvednek. Hát bízunk benne, hogy itt is azért az a pár pont az a javunkra fog billenni. Így van, bízunk benne, köszönöm szépen, Pór Péter, reméljük, hogy nem pont ellenünk jön majd ki a lépés a Besiktasnak. Kedves nézőink, ez hamarosan kiderül, maradjanak velünk, nem sokára kezdődik a meccs.
Kedves nézők, a helyszín tehát Szolnok, perceken belül kezdődik a szolnoki olaj Besiktas mérkőzés a férfi kosárlabda Eurocup sorozat 9. fordulójában, és a képlet rendkívül egyszerű, mert az a csapat, amelyik ma este nyer, óriási lépést tesz a továbbjutás felé. Adott esetben úgy is alakulhat, hogy figyelve majd a párhuzamosan zajló másik két mérkőzést, már ma este szolnoki továbbjutást ünnepelhetünk. Ezzel együtt az is tény, hogy a feladat nagyon nehéz, és az a csapat, amelyik ma veszíteni fog, az vélhetően a továbbjutásról is lemarad. Hozzáteszem, ahogy indult ez a széria a szolnokiak szempontjából azzal a 4 vereséggel, már az is nagyon jó dolog, hogy itt továbbjutási esélyekről beszélhetünk, hiszen az utolsó 4 fordulóból 3-szor is győztesen hagyta el a pályát a Szolnok, miközben a Besiktas éppen ellenkező utat járt be, ők az első 4 fordulóban nyertek 3-at, és azt követően jött zsinórban 4 vereség. Nagyon remélem, hogy jönni fog az 5. is a mai nap folyamán. Megmondom őszintén, hogy régen volt bennem ilyen kis druk mérkőzések előtt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e ezt a missziót a szolnokiaknak teljesíteni. Nagyon nehéz lesz. És ugye beszéltünk arról, hogy van Lampe, van Kálpefer a Besiktasban. Adott esetben ez akár visszafelé is elsülhet, talán, de lehet, hogy csak reménykedünk ebben. Szerintem csak reménykedünk ebben, mind a kettő szenzációs játékos. Főleg úgy, hogy nehéz meccsapot találni, olyan védőt erre a két emberre, aki őket semlegesíteni tudná. Lampe egy magas 4-es pozíciós játékos, ami nincs az olajban jelen pillanatban, hiszen Keller Ákos inkább csak 5-ös pozícióban játszik, míg Milosevic egy nagyon jó formában lévő játékos, de nem az a nagy test, aki őt meg tudná állítani. Kálpefer pedig egy hihetetlenül atletikus irányító, kis ember, akire szintén nincs az olajnak válasza. De nagyon, nagyon remélem, hogy csapatjátéka és szívvel ezt tudja pótolni a hazai csapat. Kálpeferrel kapcsolatban említetted, hogy pont király volt a VTB ligában, de tavaly a Eurocupban is ő volt a pont király, 19,2-es meccsenkénti terméssel a Krasznyi Oktyab játékosaként. Nem egy szívbajos játékos, az ő számára rossz dobás nem létezik, mindent vállal, és elég jól is, jó százalékkal szokta ezeket végrehajtani. És hogy mennyire bíznak benne, Kálpefer ott lesz majd a Besiktas kezdőötösében, akár csak 30-assal Maciej Lampe, aki az utolsó 3 Eurocup mérkőzést kihagyta, értelemszerűen a bajnokságban sem játszott ez idő alatt, 17,4 a pont átlaga azon az 5 találkozón, amin pályára lépett, és éppen a Szolnok ellen volt a legkevésbé jó, ott csak 4 pontig jutott, egyébként vagy átlépte a 20 pontot, vagy megközelítette azt. Hát ez elég masszív sor azért Kálpeferrel, Wolterssel, Dardennel, Lampéval és Lemont Hamiltonnal, de az első támadás a miénk. Kraft, Vojvoda, Borisov, Milosevic és Keller a szolnoki kezdőötös. Hajrá, olaj! Vojvoda! Keller megy és kapja előtre, sikerült az első támadást megcsinálni, és ez nagyon-nagyon fontos, nem is akárhogyan, ahogy Vojvoda elindult, és hogy Keller settenkedett, lehetett érezni, hogy ez lesz belőle. Igen, nagyon jó a felső 2-2, hogyha a labdavezető játékos ilyen mélyen be tud a palánk alá menni, akkor az már egy nyert ügy. Hamilton hagyja ott a labdát Dardennek. Nem volt igazán kiemelkedő mérkőzése Dardennek itt a Eurocupban. Nagyjából 9 pontot tett a közösbe mérkőzésenként. Lampe egy távoli 2-es, be is dobja. Az elmúlt 2 évet a Barcelonában töltötte Lampe, azt hiszem ezzel el is mondtunk mindent. Volt laborálkutya játékos, volt olyan hónap az Euroligában, amikor ő lett az MVP, és egyébként járt a tengeren túlon is. Phoenix, New Orleans, Houston, ezekben a csapatokban szerepelt. Vojvoda! Jön Keller, 2 másodperc támadóidő, Vojvoda engedi el, és ez így 2 dobás lesz, jól van. Van, bravo Dávid, nagyon szépen agresszívan kezdi a meccset, nem áll bele a tempóba, nem támadja a gyűrűt. A legponterősebb szolnoki játékos természetesen Vojvoda Dávid a sorozatban, 16,6, amit mérkőzésenként eddig összehozott. Jó az első büntető, 3-2. És helyén van a második is.
Említettük a bevezetőben az utolsó 6 mérkőzését a Eurocupban és a bajnokságban elveszítette a Besiktas. Darden, de e pillanatban ebből sajnos nem nagyon lehet kiindulni. A kosár jó, és még egy személyi hiba is. Darden megy majd büntetőt dobni. Hihetetlen felépítésű játékos ez a Darden. Atletikus, erős. Malaga, Zalgiris, Real Madrid, Olympiakos. Sorolja, mert még majdnem 100 meccs az Euroligában. 33 esztendős, nem hiányzik a rutin sem a tarsolyból tehát. Vojvoda. Érdekes, hogy tovább engedték. Ukrán, spanyol és albán játékvezetők fújnak. Most valóban fújtak. És a személyi hibát Wolters követte el. Szintén korábbi NBA játékos, Milwaukee és New Orleans 79 meccs összesen. Volt 34 pontos meccse a Lietuvos ellen, 27-et dobott a PAOK-nak még a sorozat elején. Wolters. Kraft labdáját takarítják el. Kárpeter a semmiből érkezett erre a búrára. Kárpeper a Limósban kezdte a szezont. Játszott néhány mérkőzésen az Euroligában is. Az viszont egy támadó hiba sajnos. Aaron Kraft. Belelökte a játékosát a blokkba. Sajnos elég látványos volt. Jagize Rulgot láttuk egy pillanatra a Besiktas edzőjét. Erik Detmant váltott a szezon közben a kispadon. Culpepper bújik ki, elveszíti a labdát. 4-2-ben lehet menni. Kraft nagyon bátran. Ezért nagy kár. De nem állt bele rendesen, dőlt. Igen, és talán nem is ez volt az igazán jó megoldás. Hamilton szedi össze, Vojvoda oda csap, de nincs dobás érte. Ami a kinti mérkőzésen számottevő volt, 20 fölött landolt a végén a Szolnok eladott labdája. Igen, rengeteg esetben ki nem kényszerített eladott labdák voltak, ami csökkentette a mérkőzés élvezet értékét, hogyha lehet így kifejezni magam. Végül csak 9 ponttal nyert a Besiktas, de volt sokkal magabiztosabb is az előnye. Wolters, menni kell a labdára, Borisov húzza le. Nagyon szépen emelkedett Milos Borisov. Azt hiszem, hogy Szolnok legjobb lepattanózója is ő egyébként. Hát egy fél lepattanó mérkőzésenként, amit Borisov összeszedett. Vojvoda, Flotter, nagyon szép. Vojvoda eddig mind a 6 pontban benne volt, 4-et ő dobott. Az elején meg Kellernek ő készített elő. Borisov a földön, Lampe nem dobja el Kellerről, az viszont egy rossz passz. Borisov ezzel a hatalmas zakózással zavart okozott a török támadásban. Egyébként, ha a csapat statisztikákat böngészjük, a dobó teljesítménye minden tekintetben jobb volt a Szolnoknak, mint a Besiktasnak. Büntetőzésben is, két pontosok és triplák tekintetében is. És nagyon jó a közönség, úgy tűnik, hogy már az első percektől valóban átérezve a mérkőzés súlyát segítik a csapatot. Kraft! Ez egy nagyon rossz passz volt. Felesleges eladott labda. Wolters! Finoman engedte el. 7-6 a Besiktasnak, 4. perc. És hát éppen az eladott labdákat emlegettük. Muszáj azoknak a számát csökkenteni. Az olajé az egész Eurocup mezőnyben a legtöbb eladott labda. Milosevic! Krajina Milosevic bomba formában az utóbbi egy hónapban. Ő volt a Szolnok legjobbja a Falco ellen is. A hétvégén 26 pontot dobott, 3 triplával. Milosevic. Wolters. Hamilton. Milosevicé a falt. Hamilton ugrott neki Kellernek aztán.
Egyelőre jól gazdálkodik az olaj személyhibákkal, kivéve azt a kosárja plusz egyes megoldást. Megvan a négy csapatfalt. Hamilton. Hamilton kéri, és Borisovról a dobás, nem volt könnyű, de bedobta. És játszott Spanyolországban, Bilbaóban, a Laborák utcában többek között. Vojvoda. Nagyon látványos. Kicsit megijedtem, hogy nem fogja elérni Ákos, de... És azért az, hogy ezeket megmerjük csinálni, az azt gondolom, hogy nagyon jó jel. Tehát igen. Nincs tele a gatya. Nagy tét ide vagy oda. Igen, remélhetőleg Pór Péter elmondta a srácoknak, hogy ne csak küzdjenek, hanem élvezzék is a játékot. Lampe. Klasszis. Megint egy eladott labda. Tapeper behúzza. Inkább nem mondok semmit. Mint hogyha egy ilyen pogóról. Kukrasznak hatalmas problémája vannak a labda áthozásával is. Ugye három eladott labdánál jár. Minden esetre Tátapör 5 perc alatt felhergelte a szolnoki közönséget és magára halagította. És azt mutatják, hogy még egy pici cirkusz, és technikait fog kapni. A modern játékvezetők egyik legnagyobb fegyvere, hogy ezt a legközelebb technikai lesz. Nekem a kedvencem. Igen. Milosevic. Bent van. 13-13. Pályán 14-essel Acsir a Besiktasban. Ő is nagyon-nagyon jó játékos. Korábbi török válogatott, aki EB-n és VB-n játszott a török nemzeti csapatban. Rajta a vonalon Hamilton, és sajnos ennek van is jelentősége, mert ez a labdája is utat talál a gyűrűbe. Egyelőre kimagasló támadójáték mind a két oldalon. Borisov. Nacir csúszik el. Natyashko bent a mieinknél Keller helyett. Vojvoda gyűrűig megy, nagyon szép! Vojvoda elég jól elkezdte ezt a partit. Így van. Ön motivál Dávid. Jó ezt látni. Darben. Tarpeper elképesztően rövid. Gyors. Borisov. Jajaj. Kraft. Vojvoda. Zseniális. 8 pontot dobott Vojvoda. Kevesebb, mint 7 perc alatt a Besiktasnak. Meg kiosztott egy Rahedli asszisztot. Ez a második partja. Úgy bizony, és két dobás lesz ráadásul. Kettőssere a szolnokiaknál, Wittmann érkezik, és Kovács, Kraft és Borisov helyett, tehát alacsonyabb szerkezetre vált az olaj. A vendégeknél pedig majd 33-assal Eric Murphy jön, de a dobójátékos cserélik. Igen, meglepetés, hogy Milosevicet a pályán hagyta Pór Péter. Nagyon reméljük, hogy nem jött ide a harmadik faltot, mert az azt jelenti, hogy a fél idő hátra lévő részében már nem fog játszani. Minden valószínűség szerint. Hamilton. Most a csere. Hamilton eddig 8 pontot átlagolt. Most 6-nál tart. És Murphy is egy korábbi NBA játékos, akit a Chicagóból ismerhetünk. Igaz, nem volt nagyon sok. Összesen 24 mérkőzése a Bullsban. Nagyon jó kezű, magas ember ő is.
Vojvoda megint megpróbálja. Mi az, hogy megpróbálja? Édes Istenem, micsoda a formába kezdte a Dávid ezt a mérkőzést. Úgy de rossz védekezés. Wolters, igen, büntetik is azonnal. Igen, Wittmannak a blokk alatt kellett volna mennie, de beleszaladt. 19-19, nagyon sok a pont. Nem baj, a végén egyel többet dobunk. Wittmann. Matyáskó. Máskor talán elvállalta volna, most nem. Közelről viszont. Ott van Slavena Milosevic. Matyáskó néz a játékvezetőre. Wittmann belemúl a paszba. Itt a Dávid a hármason helyez. Labdaszerzés. Murphy. Nekik ez a negyedik hibájuk. Most ül le a két személyi hibás, Strahinja Milosevic és Dino Gregory érkezik helyette. A vendégeknél pedig pályán a nigériai-amerikai Elonu, aki szintén szezon közben érkezett, Leon Radosevic elküldése után. Radosevic mellett DJ Szili távozott még egyébként a Besiktas korábbi keretéből. Matyáskó triplája rövid. Most beállt Elonunak is volt már 20 pontos mérkőzése a Eurocupon az Aftodor ellen két héttel ezelőtt. Wolters. Kovács iramodik meg. Vojvoda nagyon messziről. Murphy. Hátszér kintről, nem tudja bedobni. Gregory. Nagyon jó, ez nagyon fontos lepattanó volt. 1-15 van az első negyedből. És a nagy rohanás, a nagy találati arány után most mind a két csapat bele-bele hibázott. Vojvoda. Wittmann. 4 másodperc az órán. Nagyon nehéz dobás. Nincs is gól belőle sajnos. Acsir fordul. Wolters. Elveszíti. Darden. Igen, kicsit nagy volt a kapkodás. Többen nem tudták első érintésre megfogni a labdát. Mind a két oldalon csere. Vojvoda helyett az ukrán Lipovi a Szolnokban. És Cenk Akyol érkezik Darden helyett a Besiktasban. Cenk Akyol is 3 VB-n, 4 EB-n játszott a török válogatottban. VB ezüstérmes 2010-ből. Rossz passz. Wolters. Hatszir Wittmannal. Murphy. Akyol. Van még idejük, de Akyol elvállalja, kapufa. És kapufa. Gyerünk Krisz most okosan támadni. És akkor lehet egy szép előnnyel menni majd a második negyedre. Wittmann végigér. Matyáskó összeszedi, az rövid. Indulni pedig már nem lehet vele. Az első negyed után 21-19-re vezet a Szolnok a Besiktas ellen. Innen folytatjuk mindjárt. Pont a Szolnoknak, 21-19 az első negyed után, és eddig nagyon-nagyon jó a derbi. Nagyon. Magas szinten játszanak a csapatok. Az utolsó másfél perc volt, ami egy kicsit kilógott, de mind a két csapat extra energiával játszik, és a támadásokat nagyon pontosan is fejezték be az első negyedben. Hasonló statisztikai mutatók, 61% a két pontos mind a két oldalon. Egy triplát dobott Strahinja Milosevic jó voltából a Szolnok a vendégeknek. Nincs még távoli kaszarók. Hibátlan büntetőzés, 8-6 a lepattanó ide, 4-4 eladott labda. És hát látunk egy egészen extra egyéni produkciót Vojvoda Dávid jó voltából, aki nagyjából egy játékpercnyi pihenő után már újra ott van a pályán. Gyorsan vethetünk egy pillantást a másik két
mérkőzésre. A PAOK 33-21-re vezet az Aftodor Szaratov ellen, ez nekünk nagyon nem jó hír. A Zenit pedig 27-25-re vezet a Lietuvos ellen. Azt kéne ugye, hogy nyerjen az Aftodor, meg nyerjen a Zenit. Meg hogy nyerjünk mi. Az a leglényegesebb. Akyol. Visszajött Kraft. Látjásko, mit nézegetett? Elonuzsák. Ugyanarról korábban is tettünk már többször említést, hogy Natyaskónak nem a védekezés az erőssége. Gregory. Kraft vette észre Natyaskót. Beszédül. Natyaskónak egyébként nagyon jó a két pontos százaléka, majdnem 68, és ezzel negyedik a Eurocup mezőnyben. A három pontos százaléka se rossz. Bizony. Hozzáteszem, nagyon vajkezű játékosról van szó. 40%-kal dobta a hármasokat az eddigi mérkőzésen az ukrán. Elonu. Az lejön. Murphy-e támadó lepattanó. Murphy is rontott. Kraft. És ez is számíthat. Vojvoda. Ez a földön. Nem adták meg a dobást. Nem gyakorlatilag Dávid még el sem engedte a labdát, amikor jelezte a játékvezető, hogy ez csak sima falt. Visszajön Karl Pepper és visszajön Lampe. Wolters és Elonu helyett. Elképesztő, hogy mennyire mély keretük van. Kraft. A hétvégén meglepődtem szombaton, amikor láttam, hogy ilyen dobásokba áll bele Aaron Kraft, eddig nem volt rá jellemző. 12 pontot dobott a Falko ellen, volt két triplája is Szombathelyen. Lipovi követi el a személyi hibát. Natyaskó Keller csere. És bizony kell is, hogy Porr Péter is forgassa a csapatát. Egyrészt muszáj mindenkit tűzben tartani, másrészt muszáj spórolni az energiával. Acir. Murphy. Odaadják a törököknek. Azt hiszem, hogy jogosan. Mint hogyha utána kapott volna Kraft a labdának. Innen látjuk majd a lassításból. Igen, jogos ítélet. Kapepel. Oha! És ráadásul két dobás. Igen. Most a szolgoki oldal felé is bedobják a játékvezetők. A következőnél technikai lesz mozdulatod. Kalpepper most először szerzett örömet a szolnoki szurkolóknak. Vojvoda jön, Acir a nyomában. Gregory. Lipovi, megvan. Nagy munka volt, Kraft forgatja tovább. Vojvoda, Kraft elvállalja a triplát. Sajnos nincs bent, Lipovi ebbe is belekap. Murphy. Ez nagyon tiszta dobás volt. Mint a Kraft azért egyre nagyobb önbizalommal játszana. Igen. Akyol. Lampe. Nem, Keller. Marad a labda a szolnoknál. Technikai Porr Péter ellen.
egy dobásos oldal, és ez igazán nem a legjobb időzítés volt. Porr Péter ugyan azt jelzi, hogy ő nem mondott, nem csinált semmit. Itt van még egyszer. Ezt ugye nem pulták le. Igen, ezt jó lenne tudni, hogy váj. Meg azt is jól lenne tudni, hogy az Aftodor Szaratov mit csinál Görögországban. 44-24 a Pautnak. Lehet, hogy nem vittek el játékosokat? Zenit Lietuvas 29-29. Acir. Kalpepel. Lampe. Ezeket a második esélyeket nagyon nem szabad odaadni nekik. Szépen dolgozik az olaj védekezésben most. Nem szabad ilyen könnyű pontokat hagyni nekik. Vojvoda! És azt mondta, de az, jól van, jól van. Az úgy akartam befejezni, és az nem technikai? Igen, az ukrán játékvezető befújta rögtön. Nagyon feszült mérkőzés, de hát nagyon nagy a tét. Igen, és Dávid akár három büntetőt is dobhat most zsinórban. Fog is minden valószínűség szerint. Nem tudom, hogy kire bíznám másra még a technikainak az elvégzését a pályán levők közül. Az is jó. 13 pontos Vojvoda, és miénk a labda. Kraft. Kraft ezt is elvállalja, bedobja. Ezek szerint ez megy neki. Ez a 30-25, ez az eddigi legnagyobb különbség, így aztán időt is kér a Besiktas a második negyed, negyedik percében. Kellett ez a kis közjáték ide. Egy támadásba dobott 5 pont. Jól néz ki most a táblám. When I said to Sigrid, Mancha is about vertical, close his way, then Engin, you go under of Mancha, okay? Under of Mancha. Not under, not turn under, don't go under of Sigrid. Under of Mancha, then stay good to one over. Others, cross to the paint, back stop. Azért, hogy ebbe a török csapatba Lampe a főnök. Kalpepper, Acir, Akyol, Murphy és Lampe a törökök ötöse. Visszajön Strahinja Milosevic a Szolnokban. És újra pályán Borisov. Ez egy nagy mismatch. Lampe Gregorival, de nem tudta berobni. Zsavó Gregori nagyon szépen terelte a bal keze felé. Vojvoda kéri el. Vojvoda csak bemutatta elsőre, aztán Strahinja Milosevic. Van még 5 másodpercünk. Vojvoda. Gregori, megvan a támadó lepattanó. És akkor ebből lehet játszani. Kraft. Viszont már nagyon nincs sok idő.
Gregori ezt is elüti, de ez most Acsir kezében köt ki végül. Acsir tripla, nincs bent, Slanya Milosevic lepattanó. Milosevic nem merte elvállalni, inkább beviszi. Így is jó! 32-25. Egyelőre 11-6-ra nyeri a második negyedet a Szolnok. Visszajön majd Wolters, és visszajön majd Hamilton. Murphy, kimarad a tripla. Gregory. Nem tudnak a törökök kintről betalálni. Nem a mi bajunk. Vojvoda. Milosevic. Na mi lesz? Milosevic Murphyről. Ebben sajnos ez benne volt. Konvába halt ötlet volt. Culpepper. Rábízta Lampéra, és ez egy jó falt Krafton. Igen, egy okos falt volt. De azt hiszem, hogy a harmadik hibája Aaron Kraftnek. Igen. Időt is kér a, most az olaj. De milyen jó, hogy nem azért kell időt kérni, mert hátrányban vagyunk, hanem 32-25-ös szolnoki vezetésnél a játék megszakítás. Hey, offense! Elkezdtek yellow-t védeni, no blue defense, yellow! Bolya! Dino, vagy fourth position, no problem, Bolya! Rögtön egy leütés, itt van Dino! Oké, okay? Gyors pass, quick pass, four pass, five, play up! Oké? Okay? Nagyon gyors Bolya, kifelé, gyors pass, és ez mehet az egyesből, mehet a mezből, mindegyikből ugyanaz a szituáció. Max offense, oké, short. Jó, figyelni erre, van a kifelé a hosszú kiváltásból. A sarokból jönniük kell ki. De a Jersey név olyan gyorsan. Tamam, tamam, tamam. Ezt szeretem, hogy az akinek passzolod. Max offense, gyorsan, hogy tudjuk segíteni. Tettuáról! Aftodor 45-30, Zenit Lietuvos 33-39. Tehát most mind a két eredmény rosszul áll nekünk. De ez jól áll. És ez a lényeg. Ez jó védekezés. Darden is újra a pályán. Wolters, most a kezdő ötösön a Besiktasnál. Lampe. Nagyon szépen csinálta Wolters. Lampe 8 pontnál tart. Kraft leült, Wittmann bent. Nem volt meg az előny most, amit Port Péter kért, ezt a pick and roll háromszöget nem tudta jól lejátszani az olaj. Slanya Milosevic! Nagyon úgy néz ki, hogy őrzi a szenzációs formáját, túl a 10 ponton Slanya Milosevic is, akár csak Vojvoda. 34 pontból 24-et ők ketten dobtak. Hamilton. Betuszkolta valahogyan. Gregory. Milosevic. Fantasztikus, amit a Szolnok játszik egyelőre. Culpepper. És vagányan, bátran, önbizalomtól duzzadva. Wittmannra fújják, Culpepper dobhat kettőt. Levegőben volt még. Igen. Nem tudott megállni Wittmann Christian. Nagyon közel volt ez a falt határó fújható, sajnos. És itt belépett alá, nem tudott megállni. A negyedik pontja a Randy Culpeppernek. Ukrajnában is játszott korábban, az oroszországi kitérő előtt.
Wittmann kiabálja be a játékot. Vojvoda jön a labdáért. Most Darden az őrzője. Vojvoda! Ebben volt kockázat sajnos. Wolters. Borisov hiába teszi fel a kezét, nem fújták le. Hála a jó évek. De így a jó nekünk. Jó nekünk? Igen. Wittmann, 2-1-ben lehet menni. Wittmann. 38-31. Nem félt Hamiltontól. Én egy kicsit féltem. De nagyon szépen oldotta meg Wittmann Krisztián. Amíg itt ülök melletted, semmi félni valód nincsen. Köszönöm. Wolters. Wittmann, az is nagyon jó. Borisov. Itt van Wittmann a kicsivel, nem kellett volna. Itt van Borisov. Kicsit hosszan sikerült ez a felállás. Milosevic. Igen, Milosevic. Szerint rontott dobás nélkül, hogyha jól emlékszem. Talán egy rossz triplája volt tudodott, amikor igen, egy homály időgrafit igen. Igen, volt egy homály időgraf. Hongo, out of system! Nyugalomra inteni a török edző tanítványait, és arra, hogy ragaszkodjanak a rendszerhez, amit őnekik kellene játszaniuk. Dörzsöljük meg a szemünket azért, és jegyezzük meg ezt az állást. 41-31, 2 perc a fél időből. Culpepper! Nem nagyon tudsz vele mit csinálni. Egy gyors is, ahogy van egy kis zsebkendői területe, emelkedik egy fél méterest, és kegyetlenül büntet. Vojvoda. Nem lehet. Borisov. Így ez már viszont az ötödik. Az ötödik faltot ezért már jár a két dobás. Nyomott egy tackle-t. Kápepörön. Ő sajnos egybe maradt. Igen, nem szabad, hogy ő elkapja a fonalat, mert akkor csodákra képes. És most már 7 pontnál jár. Itt van új szerepkörben. Söprögetőként. Ő törölte föl a játékteret. Talán a kedves nézők nem látták. Egy 5 pontos büntető. Mind a kettő bent, 41-35. Jön majd Natyaskó a félidő végjátékára. Milosevic. Wittmann, úgy de kéne. Kálpepper fölgyorsít, Milosevic nem bántja, kiperdül a labda, fogjuk meg, jól van, és lehet menni. Szárja Milosevic, Borisov, Masszó, Masszó, Szárja Milosevic. 18 pontos Milosevic. Wolters,
Darden Vojvodával a pozícióban. Ez is két dobás. Dávid szóval, hogy ez Dardenot ki fogja így erőszakolni. Igen, magasabb is Dávidnál, erősebb. Milosevicet pedig lecserélik, mert nehogy beüsse a harmadik faltját itt a negyed végén. Az Aftonor visszajött mínusz 20-ra, mínusz 10-re. A félidőben Zenit Lietuvas 39-44. Darden. Na most még egy jó támadás. Vojvoda. Wittmann. Borisov Wolterszel. 5 másodperc. Wittmann. Előre zuhanós. Ha lehet-e így támadni egy egész meccsen keresztül a Besiktas ellen? Kápepel. Az mi? Lehet így dobálni meccs közben a bírónak? Barber, Gregory jó védekezés. Wolters, Nakjaszko. Szolnoki a labda. Úgy bizony. És az azt jelenti, hogy van még 2,9 másodperc. Vojvoda, ő bárhonnan be tudja dobni. Nem mondok semmit. Ritkán van ilyen, hogy nem tudok megszólalni, de ez most az a pillanat. Fantasztikus, amit Vojvoda és Milosevic játszik támadásban a mai meccsen. Egyelőre. 48-37 ezzel a félelmetesen nagy Vojvoda triplával. 11 pontos vezetés. Innen folytatjuk majd. Egy fél idő után 48-37-re vezet a Szolnok a Besiktas ellen, és itt van Báder Márton is, aki 2010-től 2015-ig volt a Szolnok kosarasa, most a lelátóról nézi a voltársakat. Mit szólsz az eddigi teljesítményhez? Hát fantasztikus eddig a meccs, azt hiszem, hogy nem azt mondom, hogy mindenki erre számított, de erre vágytunk titkon. A Vojvoda Dávid és a Milosevic extázisbe játszik. A többiek is kiválóan játszanak, hozzáteszik a magukért, nagyon jól védekezünk, nagyon jól felkészült a csapat a Besiktas játékával, úgyhogy remélem, hogy a második fél idő is, remélem, hogy megismételjük ezt a teljesítményt, bár ezt azért nehéz lesz, ugye 11 ponttal vezetünk, ha minden igaz, és reméljük, hogy kitart a végéig. Igen, ugye a Vojvoda az első negyedben szórta főleg a pontokat, meg itt ugye a szünet előtt egy ilyen extrát még rátett. Másodikban Milosevic, de azért Wittmannnak is a labdaszerzései nagyon fontosak, tehát mindenki hozzáteszi a magáét, úgy tűnik. Így van, itt a lényeg az, hogy a csapat vezet, és nem azt kell nézni, hogy kidobja a pontokat, ugye, hanem az, hogy a csapat kívülről hogy néz ki, mint támadásban, mint védekezésben, az pedig mind a két oldalon össze van rakva, és iszonyatosan tűzzel játszik a csapat. Ennek meg kell maradni a második fél időbe. Azt hiszem, statisztikát nem láttam, de szerintem a játék minden elemében fölülmúltuk a törököket. Nagyon rutinos csapat, nagyon jó játékosokkal, hogy az ember végignéz azért a rossz terükön, meg a játékosoknak a pályán vannak rengeteg euroligás év, NBA, stb. Úgyhogy biztos, hogy össze fogják magukat egy kicsit kapni, mert azért ők ennél jobb teljesítményre képesek, és biztos, hogy nem elégedettek, de az olajban van annyi szerintem ma, hogy megnyeri a mérkőzést. Mondtad, hogy mennyire tűzzel játszik a csapat, lehet, hogy éppen ez a különbség, hogy hiába jó nevekből áll az ellenfél, ő rajtuk, mint azt látnám itt a közeli képeken, hogy időkéréseknél, hogy valahogy úgy lógnak a fejek, nincs az a lelkesedés, nincs az a tűz, lehet, hogy az, amit úgy manapság divatosan mondják, hogy nincs csak a kémia a csapaton belül?
Igen, ők azt hiszem, hogy sokkal jobb a játékos állományuk, mint az idei eredményeik, amiket elértek. Nem igazán játszottak eddig jól se a bajnokságban, se itt az Európa kupába, és a mai meccsen se játszanak jól, de ettől még ők egy nagyon-nagyon komoly csapat, amivel szerintem a szolnoki játékosok tisztában vannak, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt a 11 pontos előnyt bárki kész, vagy győzelemnek tekinthetné. Dolgozni kell ugyanúgy, mintha 0-0 lenne az állás, ugyanezzel az elánnal mind a védekezés, mind a támadásban, és akkor megnyerheti az olajmérkőzést. Reméljük, hogy így lesz, most egy kicsit beszélünk róla, és mióta elköszöntél Szolnokról, azóta mivel töltöd az idődet? Hát ugye én most kezdtem el igazából a civil életemet, mintha az iskolapadból kerültem volna ki, ugye ez nálunk azért más sportolóknál, ugye az aktív sport utáni civil élet. Egyelőre élvezem azt, hogy egy kicsit más az életem. Ugyanúgy sportolok, bár kosárlabdával ugye nem nagyon foglalkozom, nem nagyon fogtam kosárlabdát, de a sport így is része a mindennapjaimnak. Befejezem az iskolámat, a tanulmányaimat, és a többi pedig a jövő zenéje. Köszönöm szépen, és további jó szurkolást kívánok neked. Kedves nézőink, ennyit egyelőre innen lentről, visszaadom a szót a kommentátorállásba, hiszen hamarosan kezdődik a második félidő. 48-37-re vezet a Szolnok tehát a Besiktas ellen. Nagyon-nagyon jó érzés ránézni arra az eredményjelzőre, meg nagyon jó érzés felidézni képekben, hogy mi történt eddig 20 perc alatt. Így van, ahogy tanult kollégám Báder Marci is említette, extrán támad az olaj, és jó is védekezik egyelőre. Kétlem, hogy ezt ma másik fél időben végig lehet ilyen százalékkal dobni. Nem dobnánk ki az ablakon, hogyha ezt valaki mondaná, de egyelőre ahhoz arra kell, vagy valószínűleg Korpéter is erre hívta fel a csapat figyelmét, hogy mi van akkor, amikor ezek az extra dobások nem esnek be, hogy akkor sem szabad kétségbe esni, hanem akkor hajtani, másképpen kell változtatni, vagy változtatni kell a játékon, és továbbra is a védekezést nagyon keményen űzni, hiszen tényleg Európa klasszis játékosok pattogtattak az ellenfélnél. Nem fogjuk mutatni majd a statisztikát, de azért előjáróban annyit, hogy 68%-kal dobta a kettest a Szolnok, csak 46-tal a Besiktas, 11-ből 3 triplánk van, a Besiktas viszont annak ellenére, hogy tele vannak nagyon jó kezű játékossal, nem szereztek hármas, és csak 3 alkalommal próbálkoztak az első két negyedben. Igen, megpróbálják belül játszani a meccset, van egy szinte minden poszton van fizikális előnyük, úgyhogy ez annyira nem meglepő, de hát a másik fél időben biztos, hogy dobnak ők majd 3 pontos. Nem is láttam mostanában olyan meccset, hogy valamilyen csapat ne dobott volna trojkát. És ami még nagyon lényeges, és mutatja, hogy az akarati tényezővel is minden rendben van, 21-13 a lepattanó a Szolnoknak, és ebből a 21-ből van 7 támadó lepattanó is. Igen, nagyon keményen mennek a srácok a támadó lepattanóért. Lipovinak emlékszem két szép ilyen pöckölésére, Milosevic is a szokásos kosarait bedobogatja támadó lepattanó után, Gregor is megy a labdákért, úgyhogy nagyon remélem ez az energia megmarad itt a másik fél időben. És akkor van két egyéni teljesítmény, amelyről mindenképpen beszélni kell, Vojvoda Dávid és Trajnja Milosevicé. Így van. Vojvoda Dávid 16 ponttal, Milosevic 18-al, mind a kettő emellett extra százalékkal is dobja ezeket a helyzeteket. Mellette lepattanó labdaszerzés, úgyhogy tényleg ez a két ember, aki már egy hónapja húzza az olajszekerét egymás mellett, ezen a meccsen is megmutatja, hogy ők a vezérek itt. Vojvoda 7-ből 5-öt dobott be a mezőnyből, és van 5-ből 5 büntetője, Strahinja Milosevic pedig 9-ből 8-at a mezőnyből. Egészen döbbenetes. Itt van a statisztika, nyilván a 48-as meg a 37-es a legfontosabb, és azért érintőlegesen már szinte mindenről beszéltünk. 7, illetve 5 az eladott labdák száma. Azt gondolom, hogy az a 7 is egy kezelhető adat. Így van, vállalható teljes mértékben. Ott a meccs elején volt Kraftnak 3 elszórt labdája, ami egy kicsit fáj, de amint az olaj ezeket az eladott labdákat ki tudta küszöbölni, már is el tudott lépni az ellenféltől. Kedves nézők, itt tartunk tehát most. A fél időben Szolnok Besiktas 48-37. Nagyjából 3-4 perc múlva kezdődik a második fél idő. Jövünk is majd vissza akkor. 48-37 a Szolnoknak a Besiktas ellen. Bő 1 perc van még a szünetből. És természetesen ma is nagyon fontos lesz, hogy hogyan kezdődik majd a második félidő. Vélhetően azért a Besiktas öltözőben elhangzott egy-más.
van mit Porr Péternek is megosztani a csapattal. Azzal együtt, hogy azért ennél jobb fél időt azt gondolom nehéz lett volna lejátszani. Igen, nagyon magas színvonalú mérkőzés ez a mai. Kevés hibával. Mind a két oldalon vannak különben extra teljesítmények, extra dobások. Egyelőre a Szolnoknál több volt, és ez maradjon is így a végéig. Természetesen azért úgy átvillan az ember agyán, hogy a Törökországban 9-el kapott ki a Szolnok, de azt gondolom, hogy ezt a gondolatot tegyük még egyelőre a súgba, aztán majd, ha mondjuk 35 perc múlva is ez téma lehet még, akkor vegyük elő újra. Minden esetre gyorsan egy pillantás a másik két mérkőzésre. Sajnos a Lietuvos 48-39-re vezet a Zenit otthonában, ott elkezdődött már a harmadik negyed. Viszont ami jó hír, hogy mínusz 20-ról 5 pontra csökkentette a hátrányát az Avtodor Szaratov a PAOK vendégeként. Nagyon jót tehetett volna nekünk a múlt héten a Besiktas, ha megverik a PAOKot, de hosszabbításban kikaptak. Hát ugye abban az esetben itt egy győzelem a Szolnok részéről már továbbjutást érhetett volna. Tehát mindegy, ezt az egyenletet most már így kell megoldani, ennyi ismeretlennel, és egyelőre nem is járunk rossz úton. Wolters! Lampe! Sajnja Milosevicről, befújják a harmadikat sajnos, és plusz egy Lampénak. Én nagyon mélyen tudta megkapni Lampe a labdát. Ennek most nagyon nem örülünk. Lampe bedobja a büntetőt is. 11 fontos Macsej Lampe. Igen, ő az első játékos a törököknél, akinek két számjegyű pontja van. Wittmann. Borisov. Ő viszont egyetlen egy rádobást vállalt az első fél időben. Wittmann! Micsoda hármas! Válasz. Igen, ha már az egyenleteknél tartunk, a 2 plusz 1 az egyenlő a 3-mal. Wolters! Megint nagyon könnyen megkapta. Tovább engedik, Lampei dob egy zicsert. Milosevic mutatja, hogy ott majd törölni kell. Hívják is a bírók a törlő fiút. Wittmann, Borisov. Sztrájnya Milosevic egy középtávoli. Keller belenyúl, Wittmann, Borisov, jár a labda, Keller, Milosevic! Erre csörög Adio, játékot játszottak, mégis Sztrájnya Milosevic javította az elrontott dobást. Darden lép be, azt támadó kéne, hogy legyen. Vojvoda. Az egyik játékvezető támadó hibát fújt, itt a felső játékvezető pedig az ukrán bíró. Megbeszélik. Igen, nem tudom, hogy az Alvár sípmester, akinek a nevét nem mondhatom ki. Dehogy nem. Cici azt mutatta, hogy támadó, de elnyert az ukrán. És Vojvodának is a harmadik faltja. Csatlakozott Miloševićhez és Krefthez. Ami egy elég érzékeny pont most. Igen, ez így ránézésre soknak tűnik a faltból. Keller. Na, hát ez így megy, akkor másfél perc után meg lesz a bónusz. Igen, egy unalmas vízilabda meccs, 5 másodpercenként bírói sípszó szakítja félbe a játékot. Lampe. Szép védekezés. Huha. Keller elindul. Wolters. Hogy? Sztrájnya Milosevic! Mennyire érezte? Három falttal! Vojvoda rohan! És két dobás! Két dobás. Kicsit féltem, amikor látszott rajta, hogy ő erre föl fog ugrani, hogy talán beüti a negyedik személyhibáját. Igen, de elhitette a Besiktas játékosával, hogy nem fog menni, és aztán mégis csak volt egy ritmusváltás benne, és odaért. Vojvoda!
54-42. Azt hiszem nem vezettünk még 12-vel. 13-a biztos, hogy nem. Kápepel. Ki a sarokba, Lampe. Kiperdül, Strahinja Milosevic. Extázisban a közönség is, teljesen érthető módon. Vojvoda, Wittmann dobja a triplát, rövid lesz. Lampéhoz kerül. Wolters. Dobniuk kell. Dávid lábára pattan. Láb, igen, vagy oda is rábólint. Egy másodperc volt, viszont másfél másodperc volt vissza a támadó időből. Nem valószínű, hogy ebből kosár született volna. Még hogyha keresztül is megy Dávidon a labda. Láthatok az imént a Besiktas trénerét. Másodedző volt az Efesnél korábban, a Besiktasnál, a Galatasaraynál. Lampe Keller ellen. Woltersnek kellett kapaszkodnia, megy ugyanoda vissza a labda, Keller! Lampe nézett csúnyán a játékvezetőre, Keller! Most milyen csúnyán néznek majd! Bravo, Wittmann Krisztián! Bravo, Keller! 57-42-re vezet a Szolnok, 3 perce tart a második fél idő, és ha voltak aggájaink, hogy hogyan indulunk meg a harmadik negyedben, nem kell, hogy aggájaink legyenek. Nagyon jó jött ki a csapat a második félidőre. Ezekből a megszerzett lepattanókból és labdákból gyorsan tud indulni az olaj. Vojvoda is ugye két büntetőt tudott kiharcolni, mind a kettőt érvényesítette. Keller is bedobta most az ígyszerét, úgyhogy ragyogok. Lámpét szeretnék az alsó pozícióban játszatni továbbra is, mert ez eddig bejött itt a másik félidő elején, az ő támadást kivéve. Keller leül, Natyasko váltja. Elonu provokálja Strahinja Miloševićet, nem szabad felülni neki. Elonu kibújik. Egy Natyasko. Milosevic. Gyereken 20 pontot dobott, micsoda passz, Wittmann Natyaskónak. Tele van a Szolnok extra egyéni teljesítményekkel. Wittmann is nagyon jól játszik. Kálpepper, Lampe. Igen, ott Milosevic nem merte bántani. Az a baj, hogy borzasztó lassan peregnek a másodpercek. Natyasko! Kibánná, hogyha ez nem a harmadik negyed, ötödik perce, hanem a negyedik negyed, ötödik perce lenne. Natyasko rontott. Darden, Wolters, nincs bent. Natyasko fogja. És Milosevic indul. Vojvoda. Beljebb megy. Wittmann. Thor Péter mutatja a játékot. Wittmann. Natyasko. Be kell dobni. Szerettük volna. A taktikai falt Wittmannnál. Neki a második, a csapatnak a negyedik.
van három személy hibája. Wolters leül, kettős csere, jön vissza Hamilton, és hetessel először a pályán Taskiran a vendégeknél. Igen, de Vojvoda lement, őt azért hozták, hogy szívja Dávid vérét, de Lipovi érkezett Vojvoda helyére. Meg is lepődött a hetes számú játékos, hogy nem találja Vojvodát a pályán. Hamiltoné nem ment be, csak éppen visszapattant hozzá a labdát. Darden, rövid. Wittmannhoz kerül. Egyelőre nem tud ritmust váltani a Besiktas. Lipovi. De nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy annyi klasszis van ebben a csapatban, hogy bármikor megtehetik. Lipovi, két dobás. Nagyon okosan Lipovi. És Lipovi ezeket remekül csinálta már az előző mérkőzéseken is. Jár Kór Pétertől a taps. Lipovi szintén szezon közben csatlakozott. Ez a negyedik mérkőzése a Eurocupban, majdnem 6 pontos átlaga van. Azért bemászorog. 61-46. És minden apró pontocskára szükségünk van. Két dobás jön. Igen, Matyasko. Ha ő a pályán van, akkor az ellenfél állandóan az ő 2-2 védését támadja. Kápakör pedig sokat szor a vonalon. Kétből 6-ot dobott be a vonalról eddig. Múltból 7. Lipovi. És azért, hogy hadd bejegyzem meg, Nampe belenyúl ebbe a paszba, Natyasko megmenti. Lipovi vissza, Stanya Milosevic, Natyasko! Két dobás. Remek játék volt. Ahogy Natyasko megmentette a labdát, és Milosevic-e dobta el a hármason, amit tovább rakta Natyaskónak. Szóval, ha összevetjük ezt a hangulatot azzal a hangulattal, amely itt a szezon elején a második, harmadik mérkőzés környékén volt, de persze nem mindegy, hogy milyen a csapat, és ez a csapat most nagyon jó. Soha nem volt kérdés, hogy Natyaskónak jó keze van. Mind a két büntető csücsül ott, ahogy csücsülnie kell. 63-48. Tartjuk a 15 pontos előnyt. Elanó. Belenézett az ukrán medvébe. Harag közöttük. Ellépni se tudott előle. Igen, nem tudott elpárologni Natyasko. Ugye múlt héten is mondtam, hogy két hete, hogy benne maradt az ütés. Pajok, Aftodor 62-56. Zenit, Lietuvos 56-62. Ugyanaz a két eredmény. De egyik se jó nekünk. Darden. Nem marad benne. Egyetlen büntetőt rontott a Besiktas mindössze. 15-ből 14-et bedobtad. Lipovi. Natyasko már emeli is, Elonu belenyúlt, 3-1-ben viszik. Kapeper, Darden.
Időt kér Pór Péter, azt gondolom, hogy jó ütemben. 63-52 most. Úgy van. Kellett egy kicsit megállt támadásba az olaj. Okay, no good position. Three peak, one more. Penetrate. Okay. Aggressive pick and roll play. Aggressive. Okay, wait, penetrate. Shoot, best corner. Okay, play. Jó, gyerünk gyereket, védekezés legyen, támadásban megvagyunk, védekezés legyen jó. Továbbra is agresszívan beszélni. Amikor játsszák a fisztet, az a pick and roll játékuk neki. Most, hogyha jól látom, akkor Kovács érkezik Borisov helyére. Most tudom, hogy volt-e a labda egyáltalán Borisov kezébe itt a harmadik negyedben. Most át a Wittmann. Kovács, Lipovi, Gregory, Natyashko ötössel van fönn a Szolnok. Nem feltétlenül a legkreatívabb ötöse ez a Szolnoknak. Lipovi. Natyashko. Gregory próbálta még menteni. A második zicsere. Lehet, hogy Vojvodát nem sokáig tudjuk ültetni. Schalpeper, Hamilton, Darden, Kovács védekezik jól, Darden, az nagyon nehéz, Natyashko, valahogy összegerebészte, de jó védekezés volt. Igen. És ugye éppen ezt kérte Pór Péter, hogy az legyen még határozottabb, még szigorúbb, még agresszívabb. Lipovi, nagyon szépen dugta el a labdát! Aztán meghúzhatta volna Wittmann Krisztiánnak a passz ide a sarokba. Teljesen üresen volt. Elsőként kapjon majd vissza. Hamilton. Darden Wittmannnal van ott. Taskirán. Beengedtük, de nem tudta bedobni. Ilyen falt még nincs, most értek be még csak a bónuszba, törökök. Eleonora folyták. Leül Carpepper, és azonnal megy hozzá az orvosi stáb. Valami a térdével történt. Újra a pályán Cenk Akyol, visszajött Wolters. Fontos lenne, hogy amíg Vojvoda pihen, addig maradjon ez a 10 fölötti távolság. Eladott labda. Igen, most tényleg megálltunk támadásban. Már Int is Vojvodának, meg Strahinja Milosevicnek is, Pór Péter. Nem ment a támadó óra talán? Igen. Négyel vezet csak a PAOK az Abszodor ellen. 6-tal vezet a Lietuvos a Zenit otthonában. Lipovi és Natyashko ment le. Hamilton. Rövid. Hamilton amilyen jól kezdett, annyira nem tud sokat hozzátenni már. Kraft. Marad nálunk. Ez is elég kacifántos volt. 16 másodperc támadóidő. És fontos lenne, hogy ebből a hullámvölgyből most gyorsan ki tudjon az olaj kecmeregni. Gregory Milosevic megnézi az órát. Nem lehetett Vojvodának adni, most mégis. Vojvoda! Gregory megy érte, megvan! Bravo! Új támadás! Másfél perc a harmadik negyedből.
Rajna Milosevic. Kiütötték a kezéből a labdát. Jó ideje nem tud a Szolnok kosarat dobni most. Igaz, a törökök sem nagyon. Taskirán. Akyol. Kovács előtte. Akyol a sarokból. Gregori nagyon szépen tartott a távol előtt. Milosevic, Kovács, kiosztás a sarokba, Vojvoda vissza. Valahol itt a mismatch, Kraft a magassa, Gregori az alacsonya, Kraftnak meg kell oldania ezt. Elonu, két dobás. Így van. Két dobás. Így van. Visszajön Lipovi és Keller. Igen, a két-három faltos Milosevic és Vojvoda helyére. Közben Elonu bonyolódott diskurzusban az egyik játékvezetővel. Kraft. Mindig nincs triplája a Besiktásnak egyébként. 64-52. És ott lehet látni, hogy Kápepert ápolják. Nagyon úgy néz ki, hogy ő már nem fog visszajönni ma. Hopp, belefújtak a büntetőbe. Megijesztették Kraftet. Igen, lehet dobni még egyet. Mi volt? 5 másodpercet fújtak. Hát ilyet nem is láttam mostanában. Oda szóltak valamit Elonunak, azt hittem, hogy ő mászkált be és azt fújták le. Na jó, Elonu, Wolters. Igen, a szép mozdulat. Szép flóter. Kraft. Jó 3 másodperc a 2 óra között a különbség. Kraft elindul, megtorpan. Gregori, nagyon kéne. Nincs bent. Két tized másodperc maradt az olajnak. Lipovi kapja majd a labdát, de közben még egy kis egyeztetés a két játékvezető között. 7-10. Le kell ülni a másodedzőnek. Lipovi, az nem. 10 pont. 64-54 a Szolnoki olajjavára. A harmadik negyed után mindjárt jövünk a negyedikkel. Szolnoknak. A harmadik negyedet 17-16-ra azért a Besiktas nyerte. Elsősorban azért, mert az olaj az utolsó 4 perc, 20 másodpercben 2 pontot dobott. Ami pedig a másik két meccset illeti. Pau Kaftodor 76-74, alakul. A Zenit pedig átvette a vezetést a Lietuvosztól, 75-74. De nézzük ezt, ami itt van. Számolgatni meg majd ráérünk utána. Mert hogy ezt a 10 percet még nem fogják ingyen adni, abban biztosak lehetünk. Kovács. Természetesen Vojvoda is, Stajnia Milosevic is visszajött. Kraft. Így, ez így lépéshiba, sem kicsúszott a kezébe a legfontosabb pillanatban. Lampe továbbra is ül, Hamilton, megverte az alapon a felé Stajnia Milosevicet, de bedobni nem tudta, Taskirani a falt. Nyugalom, Dávid, nyugalom, nem szabad hagyni, hogy kizökkentsenek
Most azért már gondolkozhatunk úgy, hogy minden egyes sikerrel befejezett támadás és jó védekezés egy lépés lehet a továbbjutás felé. Gregory! Semmi nem volt. Legalábbis nem fújták le, az biztos. Wolters! Az sem. Fogjuk meg! Miért? Miért? Nem, ez sem. Miért? Sajnos Gregoryról ment ki. Csak a szívem mondta. Hatalmas zsákolás itt az elmúlt támadásban, azért nagyot lendített volna a hangulaton. Igen, mert ugye most már 5,5 perce van mindössze 2 pontocskánk. Wolters keres társa. Hamilton. Akyol. Tripla. Az első. Az első hármasuk. 64-57. És egyrészt ezzel közelebb jöttek. Másrészt meg belül jöttek a 9 ponton. Gregory. Vojvoda! Az nagyon rövid. Kor Péter biztatja Vojvodát. Ahogy várható volt, a másik fél időre azért nem tudja ugyanazt a támadójátékot nyújtani az olaj, de főleg Milosevic és Vojvoda. Úgy nagyon elcsúszott ez a védekezés. Elon ott maradt Krafttal. Okos fal volt, még akkor is, hogyha ez a negyedik Krapnak, de hát ezt be kellett áldoznia. Mit van küldi vissza Por Péter Krapp helyett? Zenit Lietuvos 77-74 a hatodik percben a negyedik negyedben. Pauk Saratov 79-79. Ott a második percet írják a negyedik negyedben, ugyanúgy, mint itt. Elonu. Jól megkapja, Wolters, Hamilton, semmi! Ez érdekes némasíp volt. 63-48 volt, azóta dobtak 11 pontot, mi csak egyet. És nagyon kell ez a hajlálaj most. Vojvoda! Ki lesz, aki segít a csapatnak ebben a nehéz helyzetben? Vojvoda kiharcol egy személyhibát, ami Elonuié. Elonut annak idején a Lakers draftolt, ami 2009-ben az 59. helyen. De nem játszott ott. Gregory. Jó! Megszületett, kapott nevet. Wolters. Vezet az Aptodor a PAOK ellen 81-79-re. Akyol. Az jó. Az jó. Kovács. Bravo. Nem kéne Akyolnak egy technikait adni. Kívánságot parancs, kedves Gábor! Húzd a balontót, vagy nem? Ja, skandinávot. Szerintem nem maradtam róla. Lehet adni még egyet. Nem tiltja semmi. Igen, és ez most jó húzás. A török edzőtől leülteti Akyolt. 4 ponttal vezet az Aftodor, 5-tel vezet a Zenit. Hóha, Vojvoda. Ez mindig releváns, hogyha a Szolnok nem húzza be ezt a meccset, erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Most feljöttek a törökök, végre volt egy jó védekezés, pont is került a táblára. Vojvoda!
Elolónak fújták talán a faltot, vagy Lámpénak. Nem, Elolónak a negyedik. Ez hosszú most, sajnos. Jó, hát ennyit bocsásson meg Dávidnak. Lampe. Természetesen visszajött, mert baj van a Besiktas. Wolters. Darden. Kovács előtte. Két másodperc. Darden fölteszi, lejön a labda. Kovács kiszabadítja Wittmannak. Milosevic. Jól van, nincs kapkodás, nincs kapkodás. Fegyelmezettség van. Wittmann. Nyolc pontot dobott zsinórban a Szolnok, 72-59. 6 perc, 25 másodperc van hátra. Eddig hallottuk, addig az egy-egy védekezés kritizálta és a bírókkal való beszélgetést. És a pályán a vendégeknél. Nyilván úgy van vele, Jagizer Ulung, hát ha első Murphy kezett. Darden, majdnem elveszíti, nem majdnem, tényleg elveszíti. Gregory Milosevic, nyugalom. Wittmann. 6 ponttal vezet az Aftodor a PAOK ellen, és 7-tel vezet a Zenit. Wolters. Akár egy taktikai falt is jó ebben a helyzetben. Nem biztos, hogy Wittmann így akarta, de így se rossz. Mert a Besiktasnak ugye megvan a 4 csapatpartja, nekünk ez a második. Darden is a lábát fogja. Stojan Ivkovicsot látjuk, a szolnokiak szakmai igazgatóját. Itt elcsúszott a félpálya környékén Darden, ahogy az előbb elvesztette a labdát, és valószínűleg meghúzódott hátul a combhajlítója. Wolters! Ez könnyű volt nagyon. Igen, és ezt ő nagyon tudja is. Vojvoda! Még mindig 5,5 perc van vissza. Én ezt akartam én is mondani, hogy ez még mindig borzasztó sok. Viszont ez így két dobás. Hát szűré a falt. Gyerünk Denver, Dino, dob be a két büntetőt. A Zenit Lietuvos meccs 4 pont a hazaiaknak, és az utolsó percben járnak. Gregory. Hosszú. A második még jó lehet. Gregorit majd Keller cseréli, ha bemegy a dobás. Bemegy. És azért Gregory is igen-igen hasznosan játszott, jegyezzük meg.
Lampe. Keller, jajaj, vigyázni, nem legyingetünk, nem reklamálunk, nem akarunk technikait. Van fölösleges visszahozni őket így a mérkőzésbe. Walters, Akyol. Belenyúl Kovács. És sajnos kint van, de már csak 4,5 másodpercük maradt. Elképesztő, hogy Kovács is milyen alázattal teszi ám a dolgát. A mai meccsen senkire nem lehet paraszt ebből az akarásból. Akyol. Megtalálta Lampét. Igen. 73-63. Lampe 17 pontos. Megdobta az idény átlagát. Wittmann. Mehet az eljúk. Milosevic. Nincs tripla. Keller. Kiosztás Vojvoda. Fú, de nehéz az. Gyűrűt ért. A Besiktas jöhet. Én a Dávid nem vette észre, hogy nem ért gyűrűt a labda. Én fordulni a védekezésbe. Lampe. Második szándékkal eldobja. Vojvodája lepattanó. Rettentő gyengén dobnak távolról. 9-ből 1-3-asuk van. Vojvoda. No, mi lesz? Vojvoda. Esbe. Ez lesz. Ez van. Murphy kezéből kicsúszik a labda. Hatalmas mázlia volt Akyolnak. Milosevic negyedik személy hibája. És a negyedik szolnoki csapatfalt. Kápepör érkezik vissza a pályára. Hoppá! Hát nem nagyon van más választásuk. Alacsony szerkezet. Acir valahogy be tudta dobni Lampénak. Lampe és Keller. Nem hiába az, ami. Wittmann, Vojvoda. Milosevic. Szép! 22 pontos Strahinja Milosevic. Vojvodának 23 van. Wolters nem fújták le, és Wolters ott marad reklamálni, nem fut vissza. Vojvoda Keller lendületből. De még megvan, meg bizony! Ott a folya. Keller, Kovács, szép! Helyben 9-65. Közben Kárpapőr nem bírja tovább. Igen, nyilván ebben óriási kockázat volt, mert ha jó állapotban lenne, akkor hamarabb visszaküldték volna. Itt van még egyszer Kovács kosara. 3 perc, 7 másodperc. A Zenit meg fogja verni a Lietuvost, mert 7 ponttal vezetnek az utolsó percben. A Szaratov csak egyel a PAOK ellen, ott a 6. perc van a 4. negyedben. Kell ez a 10 pont. Walters, az utolsó fordulóban majd az Aptador vendége lesz a Szolnok. Darden, még ez is kimarad! Hozzá Vitti. Wittmann. De lehet, hogy az a meccs már tét nélküli lesz. Alakulhat úgy. Vojvoda. Vojvoda szépen bújik ki. Vojvoda. Lampe. Nem baj, már csak 2,5 perc. Akyol. Az nagyon jó. Vojvoda öleli magához a labdát. Támadófalt. Az a kutyafáját. És Porr Péter mutatja, hogy mindenki maradjon
csöndben. Nyilván erre a szurkolókat nehéz lesz meggyőzni. Az az igazság, hogy jogos volt a fújás. Dávid a bal kezével átkarolta, áthúzta magát. Volt ezt, amit meg is lehet nézni. Ott a bal kéz, ott mi. Tessék. Sajnos a PAOK visszavette a vezetést az Aftodortól, közben azt néztem. Acir! Belenyúlt Vojvoda, hozzáért Kovács is. Egy jó védekezés, egy jó támadás. Erre van szüksége az Olajnak most. Acir! Nem jó a tripla. Milosevic! Az egy jó védekezés megvan, azért vigyétek át a labdát 8 másodperc alatt. Éppen-éppen. Wittmann, az utolsó 2 perc kezdődik. Keller, Wittmann. Honnan perdül ki az a fránya labda? Pedig ezzel azt hiszem eldönthettük volna. Darden, jó védekezés. Nehezen szabadul Darden a labdától. Wolters, rossz tripla, Milosevic, jó lepattanó. De milyen jó! Vojvoda, tiszta tripla. Jesus. Az pedig, majdnem egy labdaszerzés, Wolters osztja ki. Lampe. Mindent mellé vannak kintről. Nem megy. Vojvoda poroszkálát. Milosevic egy perc a kéri Por Pétert, hogy kérjen időt, de nincs játék megszakítás. Az utolsó perc. Megvan a mérkőzés. De valahogy arra a 9 pontra ügyelni kell. Mérkőzés és micsoda teljesítmény a Szolnoktól! Akyol! 3 pontos ne leessen. Lampe forgolódik, kiosztja, Wolters messziről. Vojvoda! Ez a miénk! Ez a miénk! Vojvoda labdázgat! Bemutatja a paszt, aztán dob egy zicser. 25 pontos Vojvoda, 83-65. Egészen zseniális szolnoki kosárlabda. Wolter zicserön. De amíg a PAOK Aftodor meccset nem fújják le. Mindegy. Mindegy, hiszen a Szolnoknak itt egyel több győzelme lett, mint a Besiktásnak, és egymás ellenében jobbak. A Lietuvos kikapott, ők már amúgy se érhetik be az Olajt. Ja, a negyedik hely biztosan megvan a Szolnoknak. Ha nem, akkor cserék még. Nem akarom elkiabálni, de az én matekom az ilyen. Én meg matekból mindig rossz voltam. Milosevic még 2 jutalom pontocskát oda tehet. Az biztos, hogy a Lietuvos kiszáll a versenyből. Jolcsanet 67, és nem nagyon akarnak már kosarat dobni. Wolters, félelmetesen nagy meccs, és azt hiszem, hogy kalapot lengethetünk a szolnoki Olaj teljesítmény előtt. Ezt a Besiktást 18 ponttal megverni, valami egészen káprázatos. Hihetetlen magas szinten kosárlabdázott a Szolnok, szinten 40 percen keresztül. Amikor visszajött a Besiktás a meccsbe, 5 pontra, akkor is új energiát tudott összeszedni a csapat, és nagyon okosan hozták a végjátékot. Kellett az is, hogy a törökök bűnrosszul dobtak távolról, de akkor is ezt a győzelmet nem kell magyarázni. 85-67 a vége. Egy kupac van ott középen a szolnoki játékosok. A törökök pedig lehajtott fejjel mennek be az öltözőbe. Mert
rémálmaikban sem gondolták, hogy ebből a meccsből lesz. De ez kedves néző, most egy gyors búcsú, és aztán jövünk vissza mindjárt Szolnokra. Rá. 85-67-re nyert a Szolnok a Besiktas ellen a Eurocup 9. fordulójában, és a Szolnok tovább jutott a második csoportkörbe. Úgy ízlelgessük azért ezt a mondatot és ezt a kijelentést, ami egyébként is egy fantasztikus tény, de azok után, ahogy a szezon kezdődött, úgy meg pláne. Így van, sokan egy garas nem adtak volna a Szolnok továbbjutásáért, de hirtelen megtáltosodott a csapat az itteni Szaratov elleni mérkőzés második fél idejébe, és onnantól olyan önbizalmat tudott szerezni ez a csapat, hogy ez repítette őket a további mérkőzéseken. No, és akkor hallgassuk meg Porr Pétert. Köszönjük szépen, nagyon gratulálunk először is a győzelemhez, fantasztikusan játszott a csapat. Mi az, amiben leginkább fölénöttünk a Besiktasnak a mai estén? Én úgy gondolom, hogy a hozzáállásban mindenképpen. Így van, maximális hozzáállás volt, amit megbeszéltünk az öltözőben. A meccs első percét a 40-edekig betartották a fiúk, amiről a meccs előtt is mondtam, hogy ha van egy jó védekezésünk, és tudunk agresszívan védekezni, segíteni egymásnak, akkor bárki ellen lehet esélyünk. Hát 67 pontra fogtuk a Besiktást, azt gondolom ez önmagáért beszél, és a támadójátékunk is helyenként azért sziporkázó volt. Kintről még a hármasainkat nem is találtunk be igazából, mert 21-hány százalékkal dobtuk, de igazi csapatjátékként sikerült legyőznünk a nagy nevű Besiktast. Igazi csapatjátékkal és kiváló egyéni teljesítményekkel. Így van, én nekem mindig az a filozófiám, hogy csapatként győzzünk le bárkit. Most itt egy mérkőzésen hívva, hogy megnyerjük, kellenek jó egyéni teljesítmények. Most a Miló, Vojvoda Dávidnak kijöttek, nagyon jó a lépés. Más mérkőzésen kijött a Wittmann Krisztiánnak. Bárki képes ebből a csapatból húzva ember lenni, és ez a nagyszerű ebben a csapatban. Porr Péter, köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer, és hallgassuk meg a kiváló egyéni teljesítményeket nyújtó játékosok közül Wittmann Dávidot, parancsolj, illetve pontosabban Vojvoda Dávidot. Köszönöm. Nagyon gratulálok, fantasztikus teljesítmény, minek köszönhető ez, hogy ez a csapat ennyire egymásért tud küzdeni, ennyire pontosan, ennyire jól tud játszani? Hát először is nagyon-nagyon gratulálok a csapatnak. Szerintem ezt egy hónap az előtt, vagy másnap az előtt senki nem gondoltam volna, hogy mi Eurocup második csoportkörbe fogunk jutni. Én ezt egy nagyon nagy dolognak tartom. Ugye volt egy edzőváltás, nyilván azért ebben a Draginek az éremben benne van. Hál' Isten ez nagyon jó sült, tényleg új játékosok érkeztek, akik remekül beépültek. Úgyhogy ma is igazi egymásért küzdöttünk 40 percen keresztül. Nagyon nagy iram volt, és hál' Isten most nyugodtan mondhatom azt, hogy egy teljesen magabiztos győzelmet arattunk. Egész meccsen vezettünk, úgy érzem, hogy mi irányítottuk a játékot. Besiktást szerintem a támadását abszolút levittük mindent, úgyhogy nagyon-nagyon elfáradtunk, azért ezt lehetett látni, és hogy a utolsó 2-3 perc az már ilyen kinkeserves volt, de hát fantasztikus volt a hangulat is, úgyhogy az ilyen pillanatokra érdemes játszani. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer, és sikeres folytatást kívánunk. Kedves nézőink, ennyit a pályaszéléről, Zümi, tiétek a szó. Köszönjük szépen, és milyen jó ezt hallani, hogy sikeres folytatást kívánunk, mert ez a folytatás ez nem csak egy meccsre szól, nem csak a 10. fordulóra szól az első csoportkörben, hanem tovább. Így van, hát ez azt hiszem, hogy kosárlabda sporttörténelmi siker ebben a kupában a második csoportkörben eljutni. Félelmetesen erős ellenfelek ellen, vagy ellenfelekkel. Úgyhogy komolyan mondom, le a kalapa, és még a mérkőzés hatása alatt vagyok. Fantasztikusan játszottak a srácok. Látunk majd statisztikát, meg látunk néhány csodálatos teljesítményt itt a mérkőzés összefoglalójában. Azért, ha úgy ránézünk a számokra, 60% a Szolnoki kettes, 47 a Besiktasé, ami nagyon-nagyon lényeges. 15-ből egy triplát dobtak a törökök, és elbukták 12-vel a lepattanót. Így van. Jó, hát ez mutatja, a lepattanó mindenféleképpen mutatja a csapat erejét, küzdését a védekezésben. Az pedig, hogy a törökök már dobtak azért sok üres hármast is mellé, ami nem feltétlenül az olaj érdeme, de a meccs elején olyan helyzetbe hozta az olaj a török csapatot, hogy izgulniuk kellett, nem dobálhatták olyan magabiztosan ezeket a külső dobásokat. Vojvoda 25 ponttal fejezte be a mérkőzést, 29-es index, ott 6 lepattanója volt, 5 asszisztja. Milosevic 24 pont, 11 lepattanó,
31-es index, de nyugodtan azt hiszem, hogy sorolhatjuk ide még például Wittmann Krisztián, aki dobott 10 pontot és volt 6 asszisztja 3 lepattanó mellett, de nagyon-nagyon hasznos dolgokat csinált Keller, nagyon hasznos volt a védekezésben Kovács, és tényleg sorolhatnánk még. Így van. Mindenki, aki pályára lépett ma az Olajba, jól hozzátette a magáért. Tényleg gratulálok, ez egy nagyon összeszedett, szép teljesítmény volt. Itt van az egyik Wittmann kosár, aztán Strahinja Milosevic triplája. Azért Milosevic lőlapját tovább boncolgathatjuk. 10-ből 8-2-es, 3-ból 2 tripla. Tehát összesen 3 rontott dobással dobott 24 pontot. 2-ből 2 büntető, és 9 védő, 2 támadó lepattanó. Ennyi. Egy fantasztikus formában van Strahinja Milosevic az utolsó hónapban. Tényleg ikletettel játszik, most úgy látszik, hogy ő neki ez a négyes poszt az, ami jobban ízlik. Ő tud játszani ugye mind háros, mind négyes poszton. Most az utóbbi időkben csak négyest játszik, de ahogy valaki alacsony szerkezetre vár, ő be tudja nyomni a nála kisebbeket, vagy az ugyanakkorákat, és pozícióba is ki tud harcolni faltot, és eredményes tud lenni. A PAOK végül 5 ponttal 104-99-re megverte az Avtodor Szaratov csapatát, és ezzel az is eldőlt, hogy biztosan a Zenit Szentpétervár végez az E csoport élén, aminek ugye majd a második csoportkör beosztásánál lesz jelentősége. Így van, és a PAOK még az utolsó fordulóban, hogyha a Szolnok nem nyer természetesen Szaratovban, ne vételezzük ezt elő, de a realitás ezt mutatja, bár aztán a mai mérkőzés után ki tudja, de a PAOK esetleges győzelmével, a következő fordulóban győzelmével bebiztosíthatja a továbbjutást, és akkor a Besiktás esik ki. Szóval lehet, hogy lassan ott tartunk majd, hogy az a csapat, amelyik így tud játszani egy Besiktás szintű riválissal szemben, annak olyan nagyon komoly félnivalója nincsen sehol. Persze nyilván lesznek olyan riválisok, ahol nem a Szolnok lesz majd az esélyes, fogalmazzunk így. No, de ez a csapat megmutatta, hogy mennyi van benne. A hétvégére gondolsz, vagy mi? Nem, a viccet félretéve abszolút nincsen semmilyen senkitől sincs tartani valója a Szolnoknak. Ezt itt a gyúró Zozobán megmondta a szezon elején, hogy amikor eldőlt, hogy itt már játszhatják a meccset. Ő 4 győzelmet garantált. Ezek szerint igaza volt. Bravo Zozobá. És bravo Szolnoki Olaj, 85-67, ime a mérkőzés statisztikája. Hát fantasztikus kosáreste volt. Németh Istvánnal együtt köszönjük is a kedves nézők figyelmét. Minden jót kívánunk. Minden jót.